döntetlen az eddigi 5 találkozójukból. Második perc, az első szabadrúgás a mérkőzésen, Farkas. Nem is volt rossz. Egy jó labda, Komódi. Szép lövés, nem sokkal mellé. Forrai bedobása után Bárányos. Megindul, majd Stefanov. Orosz visszateszi. Ismét csak Stefanov. És gól! Hát már gólt kiáltottam. Nagyon-nagyon kevés híja volt. 15. perc, a letett labda mögött Dúró és Kovács Kálmán. Dúró most gurítja tovább, a kispesti házi gólkirálynak megindul. Megpattan a lövés Nituét bravúrral. Farkas, a karmester. Egy jó labda. Rá is lehet azt talán lőni. Vezérvéd bravúrral. Szép volt Komódi lövése. Még mindig egy újabb kapáslő és Plókai vágja ki. 25. perc, nagy készülődés után Hán. Bent nagy készülődés. Eljut a labda Bükszegihez. Komódit pedig letalpalják. Hán a vétkes. A 45. perc, a távolság lehet olyan jó, 30-32 méter, Plókai nagy lövő. Ezúttal is kemény bomba volt. Túl vagyunk már az első félidőben a rendes játékidőn, amikor Bárányos végezhet el szabadrúgást. Egy fejes, éppen hogy csak mellé, Orosz Ferenc fejese. Kis szöglet, Dúró. Egy beívelés. Nem sokkal ment fölé Plókai fejese. Második félidő 8. perc, amikor Forrai gondol egy nagyot, és most hosszú labdatartás után végül Orosz. Egy jó kiugratás, és nagyszerűen jött ki ezúttal Nitu. 68. perc, Bükszegi. Vince. Ezt rá fogja lőni. De nagyot védett most ezúttal vezér. Nagy mezőny csata. Most végre egy jó labda Hánnak, ő teljesen üresen állt. Bíztatják egy lövésre. 1-0! Hát nem véletlenül bíztatták Hán Árpádot. A második félidő 27. percében Hán végül elhatározta magát, amúgy 28-ról megküldte. Nitu pedig kint állt, nem védhette. 1-0 Kispest Honvéd javára. A 90. perc, a 9. kispesti szöglet Bárányos. Hán emelkedik magasra. 2-0! Bárányos küldte középre a labdát. Egy kicsit megküldt a vér a BVSC védőkben. Nitu is leragadt. És nagyon-nagyon jól érkezett ott középen Hán. A második gólját szerzi, 2-0.